Köszöntöm a kedves nézőket, Brockhauser Barbara vagyok. Afrika felől egyre melegebb levegő éri el a kontinenst, emiatt pedig meleg rekordok dőlhetnek meg Nyugat-Európában. És a Kárpát-medencében is ma, valamint holnap 35 fokot is mérhetünk. De nálunk nem lesz hosszú tartamú ez a hőhullám, ugyanis a holnapi nap folyamán egy hideg front véget vet ennek. A mai napon a legnagyobb területen 33 és 35 fok között mozognak majd a csúcsértékek, de az északi, valamint a keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb idő valószínű. Csapadékra nem kell készülni, alig zavarják majd felhők a napsütést, igazi strandidőben lesz részünk, és a légmozgás is többnyire gyenge, valamint mérsékelt marad. Még a holnapi napon is elérhetik a 35 fokot a hőmérők higanyszálai, viszont megérkezik az említett hideg front is. Emiatt a front miatt észak felől fokozatosan megvastagszik majd a felhőtakaró, és csapadékot is hoz magával a hideg front. A Dunántúl térségén szórványos jelleggel, míg a keleti területeken többfelé alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok. Péntekre pedig a hűvös levegő is elárasztja térségünket, így 4-5 fokos lehűlés lesz tapasztalható. Az előrejelzések azt mutatják, hogy a hónap utolsó napjain általában 25 és 30 fok között alakulnak majd a csúcsértékek, de péntektől kezdve már csapadékra nem kell számítanunk, visszatér a száraz és napos időjárás. Szombaton ugyanakkor lehet egy-egy erősebb széllökés. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!